Barta úr, és mi a véleménye a két klasszikus, tehát Magyarországon már talán a kangálnál sokkal inkább ismert idézőjelben pásztorkutya fajtáról, a kaukázusi juhászról és a közép-ázsiai juhászról? Hát igen, ahogy az előbb is mondtam, ezek a elnevezések mesterséges elnevezések. Tehát olyan közép-ázsiai juhász, vagy kaukázusi juhász, ezt az oroszok megalkották, és ugye tudjuk, leírták ők maguk. Elmondták, hogy amikor ugye nem tudom politikailag mi történt ott, mert történelmileg ilyen szempontból nagyon tájékozatlan vagyok, de úgy tudom, hogy egy adott időpontban annektáltak ott több közép-ázsiai államot az oroszok, az orosz birodalomba, nem tudom, ilyen föderáció formában, vagy hogy. A lényeg az, hogy oda rájuk telepedtek elég rendesen, és elkezdték elhordani a jókutyáikat. Be nyugat fele, Moszkva fele, és akkor ugye a kaukázusit arra szemelték ki, hogy el tudom képzelni, hogy a kaukázusi, mivel a hegyi népeket ismerem, mert én is hegyi népnek a fia vagyok, hogy a hegyi népek valamiért, nem tudom miért, ez már szociológia vagy történelem, agresszívebbek, keményebbek, mint a domvidéki, meg a síkvidéki emberek. Nem tudom, hogy ez miért van így, de én így gondolom, hogy így van, és ezt otthon tapasztalom, hogy a hegyi székelyek már minél magasabban vagyunk, annál inkább bicskásak vagyunk, annál inkább úgy tekintenek minket, mint agresszívek, és minél domvidékre fele, udvarhely fele megyünk, ott már szelidebbek, már kedvesebbek a székelyek. Tehát, hogy van egy, a hegyvidéknek van egy ilyen, valószínűleg a favágás az egy nagyon, azt tudom, hogy a favágás az egyik legnehezebb a bányászat után, talán a legnehezebb munka is, akik ilyen munkával foglalkoznak, balta az eszközük, egy tulajdonképpen egy életveszélyes fegyver, tehát hogy ezek így valószínűleg adják magukat. A lényeg, hogy ebből analógia, csak azért mondtam el, nem a székekről akarok alapvetően beszélni, hogy el tudom képzelni, hogy Kaukázusban is agresszívebbek az emberek, mint a déli steppén, ott az orosz déli orosz steppén, meg mit tudom, a közép-ázsiai steppéken. És ezek az agresszív emberek meg szeretik az agresszív kutyákat. Ez ugye a kutyában az embernek a tükre van is, vagy a tükröződik, és el tudom képzelni, hogy a Kaukázusban levő kutyák, azok agresszívebbeknek tűntek az oroszok számára, mint a nem a Kaukázusban lévő környező steppeken, vagy félsivatagos helyeken lévő kutyák. És úgy gondolták, hogy na, akkor ebből kell csináljunk mi egy jó őrkutyát. És akkor már nem is kaukázusi juhásznak kellett volna nevezzék, tehát már maga a névadás nem csak, hogy mesterséges, de rossz is. Tehát a kaukázusi juhász, ahogy az oroszok nekünk nyugatról aztán közvetítették, 50 vagy 60, mit tudom, hány évtized után, miután ők már ott tenyészgették elég masszívan, és akkor úgy történtek ezek a nyitások. Használja ezt a állami igen. Ugye nagyon komoly állami tenyészet, akkor talán több is volt. A lényeg az, hogy ezt államilag finanszírozták, államilag működtették, és itt is látszik, hogy bizonyos, tud működni egy állami finanszírozás, tud működni egy állami tenyésztés, az a kérdés, hogy mire működtetjük, milyen céllal működtetjük. Tehát ugye sok vita van a kuvasz komondor tenyésztésével kapcsolatban, ez csak egy zárójel, hogy ezt nem lehet állami támogatásra, meg állami rendszere, de hogy nem lehetne csinálni, az a kérdés, hogy mi a cél. Mert hogy az oroszok megmutatták, olyan fajtát csináltak idézőjelben megint, ami aztán híressé vált egész Nyugat-Európában, és rengeteget eladtak belőle. Tehát ezt lehet csinálni, akármilyen szempontból. A lényeg az, hogy ki vállalít a felelősséget, ki csinálja, milyen céllal csinálja, és így tovább. Tehát maga az állami háttér az nem lenne önmagában problematikus. Tehát az oroszok ezt elkezdték állami háttérrel a kaukázusi juhász tenyésztés, de eleve rosszul adtak neki nevet, mert nem juhászkutyaként tenyésztették tovább, hanem tulajdonképpen egy őrkutyaként. Nem tudom, hogy miért nem ő lett a moszkvai őr? Tehát ugye csináltak az oroszok egy moszkvai őr nevűt is, de nem értem, hogy miért nem a moszkvai őr neve alatt futtatták azt, amit kaukázusi juhász néven futtattak, ezzel becsapták az egész Európát, de lehet, hogy a félvilágot. Mert akárhányan vettek juhászkutyákat, kaukázusi juhászkutyákat, azzal, hogy figyeltek, hogy mit jelent, hogy juhász. Hát juhászkutya. Nálunk otthon a pásztorok is vettek kaukázusi juhászkutyákat nagyon rég, mert az volt a nevében a juhászkutya. És amikor kivitte a nyájam elé, akkor egyből megbukott, 10-ből 9. És akkor, hát ez nem juhászkutya, hát nem. Mert hogy az oroszok már évtizedek óta nem annak tenyésztik, de akkor miért adták ezt a nevet? Tehát nem csak az a baj, hogy mesterséges név, hanem még az is a baj, hogy egy hamis név, nem jó név, egyszerűen rossz a neve. A nem is beszélve a rossz a sztenderdje. Tehát a neve rossz, a sztenderdje rossz. Tehát nem tudom még mennyi hibát lehetne elkövetni pásztorkutyás szempontból, mint a kaukázusival nem követtek el. A lényeg az, hogy az oroszok ezeket a Kaukázusban fölelt még igazi pásztorkutyákat, amik agresszívebbek voltak, mint általában a pásztorkutyák,
elkezdték ebbe az irányba tenyészteni. És csak ez volt a szempont. Minél keményebb, minél gátlástalanabb. Katonai és őrkuty, abszolút. Tehát mit tudom, a halálra ítéltek, vagy a életfogytosok az ilyen hiperagresszív bűnözőknek a börtöneiket őrizték vele, akik gátlástalanok, tehát tényleg olyan kutya kell, ami nem ismer félelmet, vagy hatalmas objektumok, katonai objektumok, rakéta telepeknek az őrzésére használták. Ez rendben is van. Joguk van rá, csinálják, csak nem mondják, hogy kaukázusi juhász, mert az már nem juhászkutya. A juhászkutya mindig óvatos kell legyen, ő azt mondja, kell legyen egy tartás az embertől. Én hallottam olyan kísérletet, és el is hiszem, mert elképesztő kaukat láttam életem során, hogy egy foci pálya mellé való ki volt kötve egy kaukázusi kan. És ott mind nyugatta a focistákat, mind nyugatta, és fölmérgelődtek, és próbálták megijeszteni, és nem tudták. És akkor fogta magát, az egész csapat egymás mellé így fölállt, a 10-11 ember, összefogózkodtak, és ordítva mentek rá. És a kutya állt velük szembe, és várta, hogy melyik ér legközelebb, melyiket tudja megfogni. Tehát ez őrület, mert egy normál pásztor, hogyha ennyire vakmerő lenne, az első medve agyon csapná, mert tehát ugyanúgy megfogná a medvét, és nem engedné, mert ugyan állna a medvével szemből, na gyere, játsszuk le. De hát mit tudsz lejátszani egy medvével? Az előző beszélgetésen meséltem, mennyire esélytelenek. Igen, igen. Tehát, hogy ők ebben az irányba tenyésztették a kaukázusi juhászt, és ebből irányba csináltak egy ilyen monster kutyát, egy ilyen tulajdonképpen egy ilyen őrzővédő szörnyeteket csináltak belőle, és ennek hihetetlen nagy lett aztán az image-e, valamiért. És nyugatra így került át ezzel az image-el, de ilyen kevert rendszerben, mert a legjobb hazugság a féligasság, ugye mondják azt, hogy egyrészt juhászkutyaként is volt, hogy na ez juhászkutya, de másrészt jött az image is, hogy ez aztán rettenthetetlen. A laikus nem tudta, hogy a juhászkutya nem lehet rettenthetetlen, ugye? És akkor minden oldalról jött ez a pozitív image, hogy ezek aztán a kutyák. És nagyon gyorsan elterjedtek, de aztán nagyon gyorsan össze is omlott tulajdonképpen, persze ma is van kaukázusi tenyésztés, csak nem úgy, mint régebb, nem olyan tömeggel csinálják a kutyákat, meg tenyésztik, mert régebb ez bejött, és ezek elsőprőek voltak keménységbe, durvaságba, és ott megint említsem, hogy a fajtákat a kaukázusival, vagy a komondorral, vagy a kuvasszal szemben. Mert a kuvaszt és a komondort nem ilyen kőkemény rendszer szerint tenyésztették, sőt, éppen ellenkezőleg, egy nagyon lágy, egy nagyon követelménymentes, csak a küllemre fókuszáló rendszer szerint tenyésztették, és amikor ezek megjelentek, és az csomó ember már ki volt ábrándulva a kuvaszból és a komondorból, akkor annak nagy élmény, hogy na, végre egy igazán kemény kutya. Csak aztán az volt a hátulütője, hogy ez az igazán kemény kutya, ez lehet, hogy 3-4 éves korában még a gazdáját is megpróbálta lenyomni, hogy ő legyen a vezér. Az igazi pásztor kutyában van egy olyan disztinkció, hogy a falka hierarchia rendszereket nem viszi át az emberre. Ez nagyon bonyolult, most nem akarok belemenni, csak azért mondom, hogy a kaukázusnak szembe tudjam állítani ezt a hibáját, hogy a kaukázusi tenyésztésben, mivel erre nem figyeltek, hogy pásztor kutya maradjon, ez megszűnt. És az történik, hogy az embert is falkaként, falkatagként kezdi kezelni. És ez nagyon veszélyes egy ilyen kemény kutyánál, mert azt mondja, hogy az ember bizonyos esetekben gyengének érzi az embert, mit tudom, valamit csinál, amiért büntetést érdemel, és tudja, hogy büntetni, mert addig megbüntették, és egy adott pillanatban az ember nem meri őt megbüntetni, mert már akkora a kutya, hogy vagy úgy viselkedik, vagy olyan a kisugázás, hogy inkább nem. A lényeg az, hogy előbb-utóbb azt érzi, hogy ez az ember gyenge, nekem én ezt le fogom nyomni, mert én akarok lenni a vezér. És akárhány ilyen eset történt, hogy az indulásban, hogy már fél évesen, egy évesen nem fogadja el a családot, tehát megtűri őket, de úgy bünteti őket, mint a kölykei lennének, ami megint életveszélyes, már egy 8-9 hónapos kutya nagyon csúnyán meg tud sebezni egy gyereket, vagy egy nőt. És ahogy nő, úgy egyre fordul rá aztán a gazdájára is. Tehát lapáttal, vasdoronggal kell leverni, akkor van, besélt olyat egy barátom, ismerősöm inkább, hogy minden évben el kell verekedjen a kaukázusiával. Minden évben. Egyszer valamikor megpróbálta, és akkor lapát, félig agyonütötte, kutya összerakta magát, egy évben megint megpróbálta. Tehát ez egy normális helyzetben, egy normális polgárok, ezek nem tudják, ez egész extrém. Extrém. Tehát, hogy ez nem működött. Az interjú sorozatnak minden részéből sok fontos dolog kimaradt, ami természetes ilyen összetett és bonyolult témánál, mégis egy akasztó jelenséget föltételül fontosnak érzek ide utólagosan beszúrni. Egy másik igen sős és gyakori probléma a szovjet típusú kaukázusi juhásznak nevezett populációnál a territoriális agresszió hipertrófiája és eloldódása a territoriumtól. Mit jelent ez magyarul? Igazi pásztorkutyáknál a territoriális agresszió, tehát a saját területet védő agresszió értelemszerűen fokozatosan csökken
ahogy a kutya távolodik a saját területének belső magjától, míg nem teljesen ki nem kapcsol. Ez egy nélkülözhetetlen ösztönmechanizmusa a pásztorkutyák működésének, amire most nem térek ki. A generációk óta csak őrzésre tenyésztett hiperagresszívá vált kaukázusiknál megfigyelhető, hogy hiába hagyja el a saját területét, ugyanolyan agresszivitást mutat a felbukkanó idegen emberekkel szemben, mintha a saját területén lenne. Ezt hívom a territoriális agresszió eloldódásának a territóriumtól. A gyakorlatban az ember azt veszi észre, akár már egészen fiatal kutyáknál, hogy amikor elviszi őket sétálni, akkor egyre kevésbé a terület felfedezésével vannak elfoglalva, ahogy az igazi pásztorkutyák teszik, hanem idegen emberek után kutatnak a horizonton, és elkezdik támadni őket. Eleinte csak tétován ugatják távolról, majd egyre közelebbről és egyre határozottabban. Ha az idegen magabiztosan közeledik, akkor megtartják még a tisztes távolságot, de ha bizonytalanságot éreznek, akkor egyre rámenősebbek és így ijesztőbbek. Végül egyértelműen elkezdenek vadászni az idegen emberekre. Véleményem szerint a tenyésztésben túlhajtott agresszió átcsap a zsákmány ösztönbe, azzal keveredve. A vadonban is gyakori jelenség, hogy vadászat küzdelemben csap át és fordítva. A szovjet kaukázusinál a hiperagresszió, a felfokozott küzdeni akarás, mint ilyen, elszakad a territóriumtól, és így átcsaphat vadászatba, embervadászatba. Miért súlyos probléma ez? Mert a kutya elszabadult hajóágyúvá válik. Ha nincs profi és rafinált módon, de inkább nyersen, sőt brutálisan lefegyelmezve, ami csak egészen ritkán történik meg a valóságban, a kutyát egy idő után már nem lehet kivinni a területéről és a pórázról elengedni. Egy pásztorkutyának, de bármelyik vehemens kutyának is, pórázon sétálnia annyi, mint egy gyereknek a csoki gyárban az illatokkal beérnie. Még rosszabb. Egyre türelmetlenebb, egyre frusztráltabb a mozgásigénye, a kíváncsisága kielégítetlensége miatt, egyre jobban rángatja a pórázt és még agresszívebbé válik. Hogy egyre kényelmetlenebb és veszélyesebb a vele való közlekedés, még a pórázos séták is elmaradnak. A kutya gyakorlatilag az udvarba lesz bezárva egy életre. A börtönőr kutya maga is börtöntől telik lesz, és egyre vadabbul őrzi börtönét. Időnként látom, hogy a büszke kautulajok mutogatják a videókon kutyáikat, hogy a kenelben vagy a kerítésről őrjöngenek az idegen emberre. De azt is látom, és nem is ritkán, hogy a kutyák ismétlődő kényszermozgásokat végeznek. Ez a tartós frusztráció és az ebből fakadó kényszerneurózis jele. A kutya ismételten pont oda teszi a lábát a kerítésen, kenelen. Vagy újra és újra pont úgy pördül meg, mint amikor elakad a lemezjátszón a tű. Régebben cirkuszokban, állatkertekben, a bezárt vadállatoknál lehetett ilyen ismétlődő kényszermozgásokat látni. Egy kutyát egy életen át gyakorlatilag egy kisebb-nagyobb, de inkább kisebb udvarban, kennelben tartani, legjobb esetben is csak pórázon sétáltatni, nettó állatkínzást jelent. Aztán egyébként is probléma, ugye a nagy csont, a nagy szőr, a látványos volt, a telepeken nem kellett sokat mozogjanak ezek a kutyák, a börtönökben nem kellett sokat mozogjanak, akkor csináltak nagy kutyákat, akkor kiderült, hogy ha kitesz egy nyáj mellé, akkor nem bírja a meleget, nem bírja a sok mozgást, nagyon agresszív, falkába se tud már beilleszkedni, mindenkit leterrorizál, és akkor egy gyenge falkát tönkretesz, az erős falka meg megöli őt. Tehát, hogy egy ilyen helyzet, kettős helyzet alakult ki, hogy a gyenge falkákat teljesen tönkretette, nem tudtak még gyengén sem működni. Az erős falkákban meg elpusztult, mert azok rájöttek, hogy ez egy idióta, és ezt meg kell ölni, és akkor nekiálltak, és akkor megölték. Tehát, hogy így buktak meg otthon, itt meg inkább úgy, hogy a családban nem tudtak beilleszkedni, a családfővel is rendszeresen akár nagyon durva a harcokat kellett lejátszani ahhoz, hogy meg tudja tartani a gazda a falka vezérséget. Tehát, hogy az a típusú vegytiszta őrkutya, amit juhászként adtak el, az tulajdonképpen nem volt igazi, az egy nem juhász kutya volt, és túl durva, túl éles, túl kemény volt egy családi kutyának, hogy család normális körülmények között tartsa. És akkor jött is rögtön rá erre a közép-ázsiai, és akkor aztán ő divatba, és a kaukázusi visszaszorult. Ma is van kaukázusi tenyésztés, de messze kisebb mértékben, mint régebben, amikor bejött a divatja. Megjelent a közép-ázsiai juhász, ami viszont mintha részben átvette volna a helyét. Mik a tapasztalatok, és mit érdemes tudni a közép-ázsiai juhászokkal kapcsolatban az ön véleménye szerint, és mit tapasztal terepen a munkájukkal kapcsolatban? Igen. Hát a közép-ázsiai juhász is, ugye korábban említettem, egy mesterséges név. Az oroszok alkották ezt a nevet,
ugyanúgy ők most nem a Kaukázusból hoztak erre a tenyésztési rutinra, nem a Kaukázusból hozták a kutyákat, hanem a közép-ázsiai államokból, ezekből az isztánokból, és jártak ott, kutatták a kutyákat, vizsgálgatták, és akkor ebből is legyen egy juhász kutyájuk nekik, és akkor ezt a nevet találták ki, hogy közép-ázsiai juhász, ugye közép-ázsiai államokból szeregették össze őket, meg ott kutatták, és akkor kiszúrták, hát nyilván ez egy közép-ázsiai térség, az egy akkora térség majdnem, mint Európa, de lehet, hogy nem is majdnem. Tehát ez egészen nonsense azt képzelni, hogy egyfajta típusú kutya volt ott, és akkor van egy echte közép-ázsiai pásztorkutya, ami most azt itt mi tenyésztjük nagy erőkkel, nem, ez maraság. Az egy hatalmas terület, minden népnek legalább egy típusú kutyája volt, amit kedvelt, és nem fajta tisztán tenyésztett, hanem egy típust tenyésztett, ami az ő ízlésének megfelelt. És az oroszok valamiért, nem tudom miért, a türkméneknek az alabaj típusát tartották a legjobbnak, illetve rosszul mondom, hogy nem tudom miért, van egy sejtésem. A türkméneknek úgy gondolom, hogy külön kiemelkedő tenyésztői vénájuk van. Azt hiszem, hogy a népeknek vannak különböző tehetségei, mint hogy van egy embernek is lehetnek tehetségei. És szerintem a türkmének valamiért jó tenyésztők, mert a türkméneknek az alteke lova is világhírű. És sokan az arabbal együtt emlegetik, és úgy gondolják, hogy nagyon komoly szerepet játszott a nyugati melegvérű fajtákban azok a lovak, és egészen legendás módon tenyésztenek lovat a türkmének. És azt gondolom, hogy az a nép, aki jól tud lovat tenyészteni, ráadásul harci lovat, mert az altekik ugye harci lóai, nomád törzseknek ez a harci lova, az jól tud tenyészteni kutyát is. Harci ló és harci kutya, mert a pásztorkutya is harci kutya. Én mindig hangsúlyozom, ismételem fáradhatatlanul, hogy a pásztor, hogy igazi pásztorkutyák, azok harci kutyák. A legharci kutyák az összes közül. És ha ilyen jól tudtak lovat tenyészteni, akkor valószínűleg kutyát is jól tudhattak tenyészteni. Valószínűleg az oroszok ezt érzékelték, és az alabajt tették meg, tudom, az alabajról írták meg a standardet. Az más, hogy rosszul írták meg a standardet, és mit tudom, pont rövid alabajokat láttak, és az tetszett nekik, és nem érezték, hogy ez pont nem az a legjobb, mert az a hosszabb jobb lenne. Ez emberi kérdés, hozzáértés kérdés. A lényeg az, hogy ők az alabajt tették meg, ők be is vallják, hogy az ott találtak a legértékesebb típust, ők is így mondják, típust, tájfajtát, és abból megírták a standardet, és ahhoz alapján elkezdtek tenyészteni, mint közép-ázsiai juhász kutyát, de úgy, hogy nem csak onnan vittek be a Moszkva környékére, meg Szentpétervár környékére, meg úgy az Oroszországba kutyákat, hanem mindenhonnan. És akkor ezeket keverték ész nélkül, de próbáltak abba az irányba menni, hogy akkor homogenizálják, ugye a nyugati tenyésztésnek ez az alapelve, hogy a standard szerint ezt a keverék állományt, ezt az egész közép-ázsiai területről behordott kutyállományt, mindenhonnan gondolom a javát kiszedték, vagy amennyire értettek hozzá, kiszedték, és abból ottan kezdték összerakosgatni, hogy na legyen ebből egy homogén kutyaállomány, amit közép-ázsiai néven orosz fajtaként lehet futtatni. Na most, ez sok sebből vérzik, egyrészt abból a sebből vérzik, hogy fajtaként kezdték homogén módon tenyészteni azt, amit korábban típusként tenyésztettek. Nem nyáj, nem pásztorkutyaként tenyésztették ezeket sem tovább, bár nem annyira őrkutyaként sem, mint a kaukázusi, tehát nem csináltak egy ilyen nagyon masszív kontraszelekciót. Tehát ugye ezt nem tudom, hogy bele lehet ennyire menni, mi a szelekció, meg a kontraszelekció, de a kaukázusit, amilyen irányba tenyésztették, az pont ellene ment a pásztorkutyaságnak. A közép-ázsiát, amit kezdték tenyészteni, az nem ment annyira ellen. Tehát valamennyire abba az irányba ment, még hogyha nem is teljesen abba az irányba. És van ez a jelenség, ugye, hogyha az elején egy két pályát külön indítunk el, és csak az elején csak egy nagyon kicsi különbség van, csak egy fél fok vagy negyed fok különbség van, ahogy haladunk előre, úgy lesz egyre nagyobb a különbség. Na ez történt körülbelül a közép-ázsiában is, hogy nagyjából juhászkutyások voltak a paraméterek, de csak nagyjából. Aztán rátérek a részletekbe, ahol ugye az ördög megbújik. És aztán ez a kicsi különbség, ahogy haladtunk elő évtizedekről évtizedekre, egyre nagyobbá válik. És már szakadék, és már nem az. De mondom, így indult valahogy el ez a dolog az oroszok részéről, hogy kiválasztották ezt, megírták a standard, a többit is hordták be, mert nem volt elég Türkmenisztánban, egész Nagy Oroszország fölvett sokkal több kutyát, ezért mindenhonnan hordták be oda a kutyákat. És akkor elindult egyfajta elővárosi-városi tenyésztés, a közép-ázsiai mesterségesen kreált név alatt egy olyan
tenyésztői gárda által, akinek nem volt hagyománya a pásztorkutya tenyésztés. Nem úgy, mint a turkméneknek, vagy nem úgy, mint a más közép-ázsiai államoknak, akiknek ebbe hagyományuk volt. Ők hagyomány, pásztorkutyás hagyomány nélkül elkezdték tenyészteni a saját mesterséges nevük alatt egy valahonnan hozott kutyá tömeget, egy valamilyenre, amit azt szintén hozták valahonnan. Tehát egy ilyen nagyon érdekes konstelláció állt föl. A lényeg az, hogy mivel pásztorkutyákat hoztak be, és ezek évezredek alatt kitenyésztett kutyák voltak, hát olyan nagyon rosszat nem tudtak az elején csinálni, főleg, hogy nem kezdtek el masszívan kontraszelekciát, mint ahogy a kaukázusinál. És ugyanúgy divatba jött a kutya, ugye megjelent, ugye látványos is volt, füle, farka, levágó, ez már ad egy ilyen nagyon karakán, nagyon, nagyon robusztus, rusztikus megjelenést, ilyen marcon, inkább azt mondanám, marcon a megjelenést, amire nagyon vevők az emberek. Mint ön is. Mint én is, abszolút, abszolút, teljesen, abszolút, ezt aláírom, mert hogyha az a kutya füle, farokkal lett volna azon a képen, nem biztos, hogy rácuppanok. De mert le volt valahogy füle, farka, egy olyan marcon a megjelenést, még felejtette a maszkulinitását, hogy nem lehetett olyan könnyen leszakadni róla. Tehát, hogy erre vevő volt a kelet, erre a marconosságra sok kedves kutyatenyésztés után. Egy csomó embernek elege lett abból, hogy egyre cukibb a kuvasz, egyre cukibb a komondor, egyre cukibb a mit tudom melyik, a Berni pásztor, ugye, ami már tényleg a vicce a pásztorkutyaságnak. Tehát egyre cukibbak ezek a kutyák, a férfiak kiéztek egy igazán marcon a kutyára, és a Közép-Ázsiában ezt megkapták. Ezt megkapták, és elindult a lavina, elindult az import, ugye kezdték behozni a kutyákat, ész nélkül szaporítani is, meg tenyészteni is, ugye egyúttal, mert volt, aki minőségibben, igényesebben állt hozzá, más csak a pénzforrás látta benne, és akkor elindult egy tenyésztés. Na most a kaukázusinál elfelejtem megemlíteni, de itt megemlítem, és valamennyire alkalmazható a kaukázusinál, hogy itt aztán szépen elkezdtek válni a dolgok. Mert bejött mind pásztorkutya, de már az oroszoknál elkezdődött az a típusú különböző vonalaknak a tenyésztése, meg különböző felhasználási területekre való tenyésztés, hogy egyrészt kiállítás, tehát voltak tenyésztők, és volt egy közönség, aki csak a küllemét, akármilyen marcona, de egy ilyen egyszerre szép, meg egyszerre marcona küllemet tekintett fontosnak, és csak az érdekelte. Másrészt elindult a tenyésztés a bunyó irányába, hogy csak verekedtetni. Másrészt meg elindult egy irány, ez a kaukázusnál nagyon masszívan megjelent, az Ázsiánál kevésbé, hogy őrizzen kőkeményen. De most ez a fő három irány, és ezek egyre kerülnek egymásról távolabb, indult el, és tulajdonképpen mind a három benne van, az alappásztorkutyában mind a három benne van. Tehát van egy anatómiai követelménye, egy jó pásztorkutya, ha jó felépítése, az jól is néz ki. Az nem egy csúnya állat, sőt. Tehát rendben van ez a követelmény, hogy bizonyos anatómiai feltereknek feleljen meg a kutya. Ez teljesen rendben van, önmagában. A másik, hogy a keleti pásztorkutyáknak az a jellegzetességük a nyugatiakhoz képest, hogy nem csak a falkában kell a szaporodó egyednek alfának lennie, tehát nem csak aznak lehetnek, nem csak annak a kutyának lehetnek utódai, aki a legerősebb a falkában, hanem a keletiek még ezt megfokozták egyel a szelekciós nyomáson, még egyet szorítottak azzal, hogy a környék legjobb kutyáit is szezonon kívül összeengedték harcolni, és megnézték, hogy melyik közülük az erősebb. És akkor inkább a győztesekkel, a jobbakkal fedeztettek, hogy így neveljék a szelekciós nyomást. Szerintem ez a kulcsa a keleti pásztorkutyáknak, ezért jönnek jobb kutyák onnan, mint nyugatról, ahol elég volt, hogy a falkában legjobb volt. Ezzel az erősítéssel, ezzel a fokozással elérték azt, hogy a kutyák annyival jobbak is. Na most ugyanígy a keleti, a közép-ázsiai térségekben, ugye nem csak kutyát verekedtetnek, hanem mindent, amit lehet verekedtetni, a lovakattól kezdve az összvéreken át, a bikákon, a juhokon, a tevéken át, mindent, kakasokon, mindent verekedtetnek, tehát ez az, hogy kutya verekedtetés csak az egyik ága ennek a kultúrának, mindent verekedtetnek, az más kérdés, hogy ez mennyire jó, mennyire nem, a kutyákat is verekedtették ebben a formában, hogy a nyájak mellett, más ez nagyon fontos, a nyájak mellett bevált vezérkutyákat szezonon legeltetés, szezonon kívül egymással is kipróbálták, hogy lássák, hogy közöttük mi a rangsor, és ez szerint fedeztettek. De most tehát ez is benne volt a közép-ázsiai juhászban, mint idézőjelesen fajtában, hogy jó, komoly, bunyós kutya. És a másik, hogy a pásztorkutyának kell legyen teritoriális ösztöne. Tehát nem jó az, hogy pásztorkutya beenged bárkit a területére. Ez fontos. A nyájhoz ne engedjen közel, mert jöhet valaki, a honyan alá csap egy báránt, és elmegy vele, és a kutya meg ott nézi. Tehát ez egy teljesen nonsens helyzet. Ne engedjen senkit oda. És ez is benne van a pásztorkutyában, de ez egy csomagként van benne, és ez nagyon fontos. Ez
nem lehet eleget mondani, hogy ez egy együtt, mind a három benne kell legyen. De most a tenyésztés során, a nyugati tenyésztés során ezekre nem volt mind szükség. Specializálódik. Amit ugye ez nekünk túl bonyolult, ez túl sok, ez engem nem érdekel, engem csak ez érdekel. Mert így vagyok, ez a habitusom, ebben nőttem föl, ebben szocializáltam, hogy mindent specializálunk. Annál eredményesebb vagyok, mindnál inkább valaminek a specialistája vagyok. És akkor azt mondja a küllemes, hogy minek törődjek én az őrzőképességgel, meg a bunyójával, nekem elég, ha szép. Hát én azzal is nyerek, azzal is kapok egy csomó díjat, azzal jól lehetem adni a kölyköket, nem érdekel engem az. Ő csak küllemes. És elkezdett menni ez az irány, hogy csak a küllemre figyeltek. És a kutyák nyilván egyre kevésbé lettek jó bunyósok, egyre kevésbé őrizték a házat, vagy egyáltalán a gazdájukat, ugye a kiállításon az is probléma, hogy a kiállítás már önmagában elkezd kontraszelektálni. Mert a kiállításra beviszed a kutyákat, meg van tiltva, hogy rámorogjon a bíróra, a bíró be kell tudjon nyúlni a szájába, meg kell tudja nézni a herét, ami pászterkutyáknál teljesen nonsense. Tehát aki ilyen követelményt fogalmaz meg igazi pászterkutyával, az garantálja, hogy tönkre fogja tenni a pászterkutya állományt. Tehát egy normális pászterkutyának egy idegen ember nem nyúlhat be a szájába. A gazda nyúljon bele, nyissa föl, mutogassa meg a fogait, de a bírónak semmi köze, nem is kell 2 méternél közele menjen. Ha nem lát jól, akkor ne menjen bírónak. Ha 2 méterről nem tudja megítélni egy kutyának a fogazatát, úgy, hogy a gazda neki korrektül megmutatja, akkor ne menjen bírónak. A heréknek a mérete az problémás, mert azt tényleg meg kell nézni, de azt viszont könnyebb. Tehát egy kutyát, ha jól le tud valaki fogni, azt meg lehet még nézni. De az is necces kell legyen, és nem baj, ha necces. Legyen a bíróban annyi kurázsi, legyen annyi spiritus, hogy merje kockáztatni, esetleg a kutya visszafordul, és el kell ugorjon még a megfelelő pillanatba. De azért kizárni, mert a kutya ezt nem akarja engedni, tehát ez pásztorkutya gyilkosság. Tehát a pásztorkutyát ezzel kivégzed, megszünteted létezni. Tehát kontraszelektív. Tehát azok a pásztorkutyák, akik be tudtak menni egy kiállításra, részt tudtak menni egy kiállításon, azok már nem feleltek meg a pásztorkutyás kritériumnak, hogy emberre szemben bizalmatlanok vagyunk. Idegen ember nem adasson hozzám. Hát hogy gondolom, hogy hozzám nem adasson, se a gazdám, se az én zónámba nem jöhet be. Ez teljesen természetes. Tehát kontraszelektív dolog indul meg. A másik kontraszelekciós elv az, hogy nem tűrik, hogyha a kutyák összehörögnek, összeugranak, összemorognak, összeacsarkodnak egy ringen belül. Na most mi történik? Van egy kicsi ringjük, mert ugye rengeteg a fajta, minél kisebb helyen akarják megcsinálni, hogy annál kevesebb pénzbe kerüljön, ugye a kiállítás is. 5-4 méteren 20 kutya. Igen, tehát nevetséges, tehát annyira pénzt akarnak csinálni, annyira botrányos módon pénzt akarnak csinálni belőle, annyira botrányos módon üzletileg van fölépítve az egész rendszer, az egész kiállításosdi rendszer, hogy nem bérelnek elég nagy feletet ahhoz, hogy legalább egy nagy ringje lehessen a kutyák, hanem egy kicsi ringek, mert akkor sok elfér. És akkor ezeket a hatalmas kutyákat berakják egy kicsi ringbe, egymáshoz közel, és elvárják, hogy ne hörögjenek egymásra. Hát nem fogják megtenni, mert ez neki egy óriási provokáció, hogy a másik ott van vele szembe egész közel. És akkor, hogyha én nem is egy jó gazda, aki jól tudja fogni meg, a kutya sem egészen jó, mert ez egy megint bonyolult dolog, hogy az igazi jó kutya az nem kezd ugrálni a másikra, hogy gyere, verekedjünk. Erre már rátérek a bunyós vonalaknál. De a lényeg az, hogy azért a normális kutyák ezt nem szívesen tűrik, és ami a legrosszabbul tűrnek, és ez a lényeg, nem is az, hogy összehörögnek, csak inkább erről van mindig szó, hogy a kutyák akarnak marakodni a ringbe. A legrosszabb ebben az, hogy egy jó kutyának megengedhetetlen, hogy egy másik előtt szaladjon. Tehát annyira nincs empátiája azoknak, akik a pásztorkutyákat bírálják, azok, akik a pásztorkutyákat akarják hivatalosan a pásztorkutya tenyésztést akarják szabályozni, akarják irányítani. Annyira nincs empátiájuk a pásztorkutyákkal kapcsolatban, a harci kutyákkal kapcsolatban, nem gondolnak bele abba, hogy egy felnőtt kant, 4 éves kant, akinek mondjuk már van pár győztes harca, akár falkán belül, akár falkán kívül. Milyen érzés annak, hogy ő fut, és mögötte fut egy másik kant? 2 méterre, vagy 3 méterre tőle. Hogy nem érzed annyira a kutyát, hogy nem tudod, hogy ez szörnyű neki? Tehát ő állna meg akar fordulni, és teljesen ki van akadva, hogy miért kell ő fussa? Hát ő szembe kell fordulni vele. Mi az, hogy én futok előle? A másik meg utána megjön, az fut előlem, akkor futok utána, kapom el. Tehát, hogy egyszerűen, és akkor mi történik? Akkor történik meg igazából az összekapás, mert ez megpróbál visszafordulni, a gazda nem tudja jól megfogni, elbotlik, akár elesik. Van ilyen videóm, hogy a nagy híres tenyésztő elesik, és a kutya ráhúzza, a saját kutyája ráhúzza egy másik kutyára, és akkor ott verekednek. Tehát, hogy... Én jó néhány forgatáson szemtanúja voltam ilyennek, ahol kiállításokon voltunk. Igen. Például a pitbulloknál is. Akár, hát ugye azok is harci kutyák, csak specializált módon harci kutyák. Tehát, hogy
komoly harci kutyáktól ezt nem lehet elvárni, hogy egymás után szaladjanak fegyelmezetten a ringbe, mint egy golden retriever, vagy egy angol agár, vagy egy spániel, vagy bármilyen. Tehát ez meg kéne értsük, hogy ezek más kutyák, ezektől ugyanazt nem várhatjuk el. Na most, aki mégis kiállítás a tenyészt, az ilyen kutyákat fog tenyészteni, de ez már kontraszelektív. Tehát nincs meg benne az a maszkulin dominancia egy másik kutyával szemben, nincs meg a emberrel való bizalmatlanság, tehát egyszerűen már kontraszelektív elemek jelennek meg. A harmadik meg a küllem. Tehát a küllemben a rossz tendered alapján elkezdenek tenyészteni, akkor alkatilag is nem fog megfelelni egy idő után. Minél nagyobb legyen, minél nagyobb csontokkal legyen, minél nagyobb feje legyen. Elképesztő, az ázsia tenyésztésben az a nem lehet elég nagy a feje a kutyának. Tehát minél nagyobb a feje, annál jobb. És engem nem jutott eszébe, hogy nézzük meg a fogait. Mekkorák a fogai? Csak a fej. Ugye a ring a kívülről csak a fejméret látszik. Csak a bíró látja meg a gazda fogát, de ugye ez egy show business, az számít, hogy mi látszik kívülről, a ringen kívülről. A foga nem látszik, akkor nem érdekes. A feje látszik, akkor legyen minél nagyobb. De nevetséges olyan kutyákat látni Ázsiában, és akárhány ilyen van, akkor a fejem, de vödör, de akkor a foga, mint nálunk innen egy 35 kilós szuka kutyának, akkorák az agyarai, vagy a rágó fogai. Tehát nevetségesen kicsi fogak vannak ebben a hatalmas fejekben. Akkor minek? Minek az a nagy fej, hogyha ilyen kicsi fog van benne? Tehát egyszerűen annyira eltorzul az egész, hogy az igazi pásztorkutyás az csak hülledezik, hogy de hát hogy lehet, és ezt szólják, ez mondom, ilyen kincstári optimizmus van ekkor, hogy ez baromi jó, és a tenyésztés egyre jobb kutyák, és miről beszélünk? Hát olyan olasz klienseim vannak, hogy könyörög, Laci, keríts nekünk 25 évvel ezelőttig Ázsiákat, mert azok az igaziak. 20-25 éves tenyésztés után a mai nagy arcú, nagy mellényű tenyésztők a Közép-Ázsiába azt hiszik, hogy ők valami nagyon komoly munkát végeztek, miközben a értő kutyások nyugaton azt mondják nekem, hogy Laci, keríts nekünk olyat, amit 25-30 évvel ezelőtt behoztatok ti Magyarországról, azok voltak az igazi jó kutyák. És nem tudunk nekik adni, mert mindenhol ezek a nagy része ez a kiállítási vonal jelenik meg. Nem őrzi a házat, nincs strapabírása, nincs mozgékonysága, nincs bizalmatlansága, és egyszerűen használhatatlan. Nem bírja a meleget. A másik irány, ami nagyon elment, az a bunyó. Ugye egyesek csak azt számít, hogy jól verekedjen a kutya. És nem számít, hogy mekkora, nem számít, hogy ez első lépésben, nem számít, hogy hogy néz ki, csak hogy jól verekedjen. Na most itt ez egy nagyon megint elindul egy kontraszelektív rendszer. Ugye a verekedtetésnél, erről lehetne külön egy hosszú beszélgetés, de igyekszem nagyon röviden. A lényeg az, hogy ugye összeengednek két kutyát egy idegen helyen. Mert ez a kényelmes, nem az, hogy valahol elvinni, ahol otthon van a kutya, és akkor ő már őrzi a területét, és össze, nem, idegen helyen. Na most a jó pásztorkutya, és ezt baromira nem akarják megérteni, főleg azok, akik ebben a verekedős millióben mozognak, és ezt űzik, hogy a jó pásztorkutya idegen helyen nem verekszik. Hiába jön egy akkora kam, mint ő, nincs tétje. Az a jó pásztorkutya, amikor ide, ha kihoznék, két pásztorkutyát összeengedném, nem verekednének össze. Ez az igazi jó pásztorkutya. Az a klán, az a klikk, az a fajtának, az a tenyésztő réteg, aki ezzel foglalkozik, az ilyenre legyint. Milyen ócska. Ez vacak, hát ez nem is verekszik. Nekik az kell, hogy amikor ők elviszik egy bunyóra, ahol általában úgy szervezik meg, hogy többen találkoznak, több pár kutyát engednek egy nagy ringbe, az a látványos, és azt szereti a tömeg, a csőcselék, így kell mondjam, hogy a két kutya, amikor elengedik, akkor így összerobban. Mint a pitteknél. Összerobban, egyből elkezdenek verekedni, és akkor megy a harc. Na most ez a, már csak itt már probléma van, az én még el se kezdtek verekedni, már gond van, mert mondom, az igazi jó pásztorkutya, hogyha bekerül idegen helyre, nem az az első dolga, hogy verekedjen a másikkal. Amelyik meg igen, az nem lesz jó pásztorkutya. Az falkában is nagyon verekedős. És a falkában nagyon verekedés kutyák, vagy, ahogy meséltem a kaunál, vagy az történik, hogy csak a kau elve magas az agressziós szintje. És azért volt verekedés, nem azért, mert viadalra tartották volna. Bár láttam olyan kaukat, nagyon régi kaukat, hogy nagyon jól verekedtek. De hát azok már nagyon-nagyon régi kaukálisok. Hogy a falkát vagy szétzúzza maga körül, mert állandóan terrorizálja a többit, arrogáns szemét állat a többiekkel, és szétzúzza, vagy az van, hogy elég okos és erős a saját falkája, akkor összefognak és megölik. Tehát így is, úgy is rossz az verekedős kutya. Ez az egyik probléma, a kontraszelektív probléma a bunyóztatással, hogy nagyon verekedős kutya, nagyon éles, nagyon agresszív kutyákat termel ki. A másik probléma vele az, hogy a bunyó során, és ez már a bunyó folyamán van, most a bunyó elején mondtam, hogy a bunyónak az indítása miért problematikus már eleve, és mit okoz, aztán miért okoz torzulásokat a pásztorkutyában, hogy nekik egyből kell az indítás, hogy
amikor verekszik a két kutya, akkor ott van a gazda, ott van az ellenfélnek a gazdája, ott van egy bírós, ott van egy segéd. Tehát négyen vannak bent, amiből azt jelenti, hogy három idegen a pásztorkutyának, amelyik verekszik, három idegen ember van ott mellette. Amiből egy ordít, mint az őrült, ugye oroszoknál láttam legtöbb ilyen bunyós, meg a törököknél, de a Balkánról is kerülnek föl. Ezek az emberek nem tudják megállni legtöbb, hogy ne ordítson a kutyáját, ne biztassa ordítva, hadonászva. Most ez azért rossz, mert az ellenfél kutya, ha igazán jó pásztorkutya, akkor baromira bizalmatlan az idegen emberekkel. Baromira bizony, nem engedi be saját egy bizonyos zónán belül. És ez oda jön be közel hozzá, hogy a két kutya össze van akaszkodva, ordít, mint a sakál, hadonászik, nem tud figyelni a harcra, mert arra fog figyelni, hogy mikor jön, mikor üt meg, mikor kell őt megharapjam. Tehát egy igazi jó pásztorkutya, még bizalmatlan az emberekkel, az nem fog tudni a verekedésre koncentrálni egy ilyen helyzetben is. Ez a helyzet. Szinte mindig ez a helyzet. Hogy ringekbe találkoznak, ott van a segéd, ott van a bíró, a segéd okoskodik, a bíró másik fel okoskodik, a ellenfél gazdája ordít, mert biztatja a saját kutyáját. Tehát egy ilyen helyzetben csak az a kutya tud jól verekedni, amelyik teljesen indiferens az emberekkel. Sem bizalmatlanság nincs benne, se félelem, se tartás, semmi. Ez látványos, mert verekszik, mint az óramű, és nem érdekli, hogy hányan ordítanak körülötte. Hát a bultípusok. Igen, de ha berakod, hogy őrizze a területét, nem fogja. Igen, akkor nem fogja őrizni a területét. Beenged bárkit. Tehát nem lesz jó őrkutya. A harmadik, ami nagyon rossz, és az mostanában erősödik föl, ezek már nagyon régi folyamatok, és már rég az én vevőim nem vesznek ilyen kutyákat, akiknek házőrzésre kell, vagy pásztorkodásra. A harmadik, a nagyon rossz, ami most kezd felerősödni, az a lábazás. Hogy a régi harcokat, ha megnézi az ember, azt látja, hogy a kutyák alapvetően nyakra mennek, nyakbőrt fognak meg, és aztán, ahogy komolyodik a harc, úgy mennek előre. Fülre, aztán a kapcskoponyai részre, aztán előre orra, beharapnak a szájba. Tehát ami durul el a harc, vagy egyre elkeseredettebb a harc, egyre durvább, egyre keményebb, úgy mennek előre. Ez volt a klasszikus formája a pásztorkutyák harcának. Most az a érdekes, hogy egy idő után megjelent, hogy a pitteknél már hamarabb sokkal, és akkor érdekes, hogy valahogy benne van ez a kutyáknak a genetikájában, az a típusú kutya, amelyik nem fejre megy, vagy nem nyakra megy, hanem lábra. És ez főleg a fejre menő kutyákat, a nyak fejre menő kutyákat egyrészt nagyon meglepi, és elveszíti, hogy akkor most mi van, ugye, és az ember nem érti a szitut, akkor rögtön már sebezhetőbbé válik. Másrészt a lábon itt van ez az a két artérvéna, amíg nagyon könnyen kiszakítható. És a harmadik, ami a rosszban lesántul a kutya, hogyha lenne, is fogja megizületni, lesántul a kutya. Na most miért rossz ez a pásztorkutyáknál? Azért, mert hogy ezt a stílust viszi tovább. És hogyha falkában vannak ezek a kutyák nyáj mellett, és összeverekednek, képzeljék el, két kutya egyik föl összeverekedik, és a többiek nem avatkoznak bele. Ez már megint nagyon bonyolul, de ha hagyjuk, hogy összeverekedik, lejátszák, akkor azt történik, hogy a fejre menő kutyák egymásnak a fejét sebzik meg. De a fej, az attól nem lesz sánt a kutya. Lesz seb rajta, begyógyul, a kutya egész nap tud menni a nyájjal. De ha a lábát fogja meg egyik a másiknak, és az ízületet ropogtatja meg, az úgy meg tud sérülni, hogy annak heteket kéne pihennie, amíg tud valamennyien regenerálódni. De a kutya egész nap kell menjen a nyájjal. Nem tud menni a nyájjal, vagy ez a baj, hogy nem tud menni a nyájjal, mert annyira fáj a lába, vagy ha mégis megy, olyan magas a fájdalom küszöbe, vagy akkor a egyébként jó ösztön, hogy menjen a nyájjal, mégis megy, és akkor olyan szinten egy ilyen idült sántaságot szerez. Tehát nem tud rendesen regenerálódni az ízület, és időlté válik, és életen át sántít. És ha sántít a kutya, akkor már felére redukálódik le a mozgáskészsége. Tehát a lábazó kutyák teljesen rosszak nyáj mellé. Teljesen rossz, viszont a viadalon nagyon jók. És most már az is van, nem csak az első láb, olyat is láttam, és már évek óta látom, hogy már nem csak az első lábra nyúl, mert régebb az volt, hogy belefog az első lábba, hanem egyből a hátsóra megy rá. Hogy a támasztó, a mű, amivel támaszt verekedés közben is, azt próbálja megsebezni, azt próbálja megzúzni annyira, hogy ne tudjon jól támasztani a kutya. Ráadásul sokkal nehezebben tudja védeni a hátsó lábait, mint az első, közel vannak a fogazatához, a száj fejéhez, azt inkább tudja védni. Teljesen meglepi a hátsó lábra menő kutya az ellenfelét, és a hátsó láb funkcionálisan fontosabb, mint az első. És ez aztán legalja. Ez ugyanaz a bunyóztatás, mint amikor kilóra, meg centire tenyésztenek kutyákat, és arra büszkék, hogy mekkora a kutya, és a derekáig ér, és hogy hány kilós. Ugyanaz az a küllemnek mondjuk az alja. Ugyanígy a bunyóztatásnak az alja ez, amikor olyan kutyákat tenyésztenek, hogy első, vagy még rosszabb, a hátsó lábra megy. Tehát ez a legrosszabb, amit csinálnak pásztorkutyával, mert ezzel teljesen kiiktatják a pásztorkutya, a pásztorkutya falkában való működésnek a lehetőségét kiiktatják. Túlverekedős, minden vackon összeverekszik, és ha összeverekszik, akkor lelábazza az ellenfelét úgy, hogy akár életre is sánta marad.
és ezzel tönkreteszi a társait, a falkát, sántává teszi, szétzúzza, mire megölik őt, addig már lehet, hogy három úgy lesántított, hogy nem lesz soha többé rendes lába. Tehát, hogy ilyen rombolást végez ez a specializált, bonyolult tenyésztés, ilyen rombolást végez a pásztorkutyák világában, az igazi pásztorkutyák tenyésztésében. És ez ezek szerint felül reprezentált a közép-ázsiai juhász? Nem, a küllem. Ha arányokról beszélünk, a legnagyobb tömegben küllemre tenyésztenek kutyát, a bunyóztatás már sokkal kisebb, és való kettő között van, de inkább a bunyóztatás szintjén van az őrkutyára való tenyésztés. Sajnos ez nagyon kevés, mert ez jobb lenne, mint a bunyóztatás, hogy legalább jól őrizze a területét. Erre valamiért a kau inkább erre, ha már valaki nagyon komoly területőrzőkkel, akkor inkább a kaukázusihoz nyúl, nem kínódik a Közép-Ázsiával. Pedig Közép-Ázsiában is vannak jók, amik jól őriznek, érdemes lenne ezt támogatni, de ez is önmagában nem jó. Tehát annyira hiper egy olasz tenyésztő barátom van, aki ezt tenyészt évtizede, már legalább két évtizede, és látom nála, hogy ezt is annyira túl lehet pörgetni, hogy a kutyák olyan hiperagresszívek a saját területükön, hogy az katasztrófa. Ő kétszer volt kórházban a saját kutyái miatt, ez megint katasztrófa szerintem. A harmadik meg az, hogy egy ilyen kutya őrjön a területén, de oda mész egy komoly bunyós kutyával, oda vezeted, akkor nem mer a közelbe jönni. Tehát a kutyás keménysége az ugyanúgy elveszik.